Sziasztok, Csepe 99 vagyok, és van ez a Face Rig nevű program, ami a te arcmimikádat tudja átvinni különböző animált karakterek arcára webkamerán keresztül, és ez a program nekem nagyon tetszik, ugyanis fejmozgást, arcmozgást, mindenfélét ugyanúgy csinál az animált karakter, mint te, úgyhogy mindenképp szerettem volna ezzel valami videót csinálni, ezt most meg is tettem, ugyanis favicceket, igazi fárasztó favicceket meséltem, úgyhogy most következzenek ezek különböző emberek, állatok, lények előadásában. Hogy hívják a japán tűzoltót? Telefonon. Hogyan kérsz meg valakit arra, hogy legyen éles vágóeszköz? Nem tudom. Lécike. Miért repülnek a madarak délre? Hát, gyalog lassan érnének oda. Pistike és az édesapja sétálnak a tanyán. Apa, nézd, ott egy élő csirke. Fiam, ne beszélj sületlenségeket. Miért nem tud a T-rex tapsolni? Mert kihalt. Felakaszthatom a kabátját, uram? Hát felőlem aztán főbe is lőheti. Mi a sok válás legfőbb oka? A házasság. Tudjátok, milyen buli van az intenzív osztályon? Hát, eszméletlen. Mit csöpörnek a reptéren? Airport. Érted? Airport. Ki az? Kenyeret süt, de nem a pék. De a pék. Brit tudósok bebizonyították, hogy 10 emberből 6, az 4. Tegnap befizettem egy reinkarnációs tanfolyamra. Elég sokba került, de hát egyszer élünk. Hány éves vagy, fiam? 16. Én a te korodban már 17 voltam. Miért szürke és rücskös az elefánt bőre? Mert ha fehér és sima lenne, összetéveszthetnénk az aszpirinnel. Hogy lehet megkülönböztetni a lovat a tehéntől? Hát, egymás mellé állítod őket, és ami a ló mellett áll, az a tehén. Mi az? Cukros és szoba hőmérsékleten köt? Nagymama. Anya, játszunk fekete-fehér igen nemet. Ilyen későn? Igen. Vesztettél, takarodj aludni. A nyuszika sétál az erdő szélén, és egyszer csak leesik. Becsaptam egy ajtót. Azt mondtam, neki nyitva van. Három piros elefánt ül a fán, és sakkoznak. Mi ebben a fura? Hát az, hogy hárman nem lehet csakkozni. 10 féle ember van, aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem. Az őskorban egy ős férfi, meg egy ős lány ül a barlang előtt, ropog a tábortűz, s figyelik a naplementét. A lány megszólal. Kedvesem, mondj nekem valamit, amit még soha senkitől nem hallottam. Internet. Két férfi megy a sivatagban. Már majdnem éhen halnak, amikor egyszer csak szomjan halnak. Hülye gyerekek mennek a busszal kirándulni, de a busz lerobban. Leszáll a sofőr, keresi a hibát, de nem találja. Az egyik hülye gyerek leszáll, és azt mondja a sofőrnek. Sofőrbácsi, én tudom, mi romlott el. Hagyjál már, hülye gyerek. A sofőr már 2 órája keresi a hibát, de nem találja. Kezd ideges lenni. A hülye gyerek megint megszólítja. Sofőrbácsi, én tudom, mi romlott el. Hagyjál már békén, hülye gyerek. A sofőr már 5 órája keresi a hibát. Már majd szétveti az ideg, amikor a hülye gyerek megint oda megy. Sofőrbácsi, én tudom, mi romlott el. Oké, mondjad, mi? Hát a busz. Remélem tetszett a videó, és egy picit azért meg tudott mosolyogtatni. A következő videó még pedig. Sziasztok! Miért nem motorozik Pistike? Mert nincs motorja.